Sziasztok! Mire jó a sajtó? Mi a sajtó funkciója? Vajon csak az, hogy arról írjon, ami ennek vagy annak a hatalmasságnak, esetleg nagyhatalomnak a szája íze szerint való? A többiek pedig hallgassanak. Vagy a sajtószabadság azt jelenti, hogy amit a szerző gondol, azt véleményként megfogalmazhatja? Vagy esetleg nyilvánosságra hozhat olyan tényeket, amik anélkül nem biztos, hogy mindenki számára nyilvánvalóak lennének? Vagyis a közösség tájékoztatása lenne a feladata egy újságnak? Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről. Írja a sajtótörvény is, de vannak, akik ezt másképp gondolják. Ráadásul arról is szól ugyanez a jogszabály, hogy a sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való függetlenségre is. Vagyis elvileg jogunk lenne a saját gondolatainktól, érzelmeinktől, vagy az általunk összegyűjtött tényekről, mondjuk Oroszország, vagy az Egyesült Államok engedélye nélkül beszámolni. Persze vannak olyanok is, akik ezt másképp gondolják. Szerintük csak akkor vagyunk elfogadható sajtótermék, akkor vagyunk nagybetűs újságírók, ha úgy és arról írunk, ami a balliberális, háborúpárti baloldal véleményének, a pénzügyi háttérhatalom embereinek megfelel. Értjük és érezzük a bőrünkön is. Történt ugyanis, hogy a Kontra elmúlt 2 éves működése során számos olyan ügyben tárt fel döntő jelentőségű információkat, ami kényes téma volt, vagy épp nem volt kompatibilis a Facebook által tűzzel, vassal képviselt és erőszakosan keresztülverni szándékozott, teljesen önkényesen kitalált játékszabályokkal. Írtunk mi Korányi Dávidról, és lényeges tényeket tártunk fel az Action for Democracy nevű amerikai szervezet házatájékáról. De beszámoltunk arról is, hogy Szabó Tíme a támogatója, és jó eséllyel volt párja, egy olyan magasrangú amerikai tisztviselő, aki korábban Barack Obama külügyi szóvivője volt. De persze írtunk Gulyás Márton, a Partizán, valamint a Momentum külföldi támogatásáról is. Na, ezeket nagyon nem kellett volna. Időközben a Facebook oldalunk havi 2 milliós elérést produkált idén tavasszal. A korábban emlegetett bűneinkért azonban hamarosan megkaptuk méltó büntetésünket a revizoroktól, és a korábbi 1/10-ére csavarták le a Facebook oldalunk elérését. Bármilyen módszerrel próbálkoztunk, nem sikerült visszatornáznunk ezt a korábbi közelébe se. Pedig igyekeztünk jó fiúk lenni, de mint hiába. Néhány héttel ezelőtt beszámoltunk arról a tragikus esetről, hogy az általunk korábban a nyilvánosság felé bemutatott Daniel Langenkamp feleségét, Sarah Langenkampot biciklizés közben elcsapta egy kamion. És leírtuk azt is, hogy a rendőrségnek egyelőre nem sikerült beazonosítani az elkövetőt. Beszámoltunk arról a tényről, értitek, tényről, hogy Langenkamp és felesége egészen a legutóbbi időkig Kijevben teljesítettek szolgálatot, de az orosz invázió után visszatértek az Egyesült Államokba. Megírtuk azt is, hogy a nő meglehetősen forró pályán mozgott a támadást követő napokban az ukránoknak szánt kulcsfontosságú katonai fegyverek szétosztását koordinálta. Aztán kaptunk is a nyakunkba. Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége állított bennünket pellengére legújabb, szürreális és számomra teljesen értelmezhetetlen videójában, amely szerint, ha jól értjük, mi Putyin hangját szólaltunk meg.
beszámoltunk egy olyan ember feleségének furcsa, tragikus haláláról, aki diplomataként közszereplő, és akinek igenis volt köze a magyar belpolitikához, nem is kevés. Nos, a nagykövetség értelmezése szerint mi, a kormánypárti propaganda oldal, politikai célra járattunk le egy amerikai diplomatát, aki a feleségét gyászolja. A probléma kettős. Az egyik az, hogy ez egy hazugság, mert nem járattuk le se Langenkamp urat, sem néha inejét. Mi pusztán leírtuk a tényeket a fordulatos életútjukról azért, mert annak az egyik magyar párt társelnöke szempontjából komoly relevanciája van, és beszámoltunk egy tragédiáról. Jelzem, nem mi elsőként, hanem már egy rakás amerikai lap megírta minket megelőzően. Másrészt pedig a kérdés az, hogy mi a fenért is állít pellengére politikusokat, közszereplőket és újságírókat egy külföldi nagykövetség, akinek sok másik feladata lenne, például a magyar-amerikai kapcsolatok javítása, erősítése terén. De a belpolitikai életbe és újságok életébe történő beavatkozás pont nem szerepel ezek között a feladatok között. Ennyi volt már a Hunortodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a kontrát. Az orosz propaganda oldalt. Sziasztok!